A Kultúrpontot látják, köszöntöm Önöket. Minden háznak megvan a saját története. Történelmi korok, rendszerek, háborúk jönnek-mennek, de a falak tovább állnak. Vagy ha meg is semmisülnek, idővel mindig újjáépülnek. Természetesen a házak története nem képzelhető el a benne élők személyes emlékei nélkül. A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria nemrégiben novellaíró pályázatot hirdetett, amelyben arra kérték a kerületieket, mondják el, miről mesélnek a hegyvidék házai. Izgalmas, megható vagy éppen elgondolkodtató történetek a múltból, egy kerület, egy ház vagy egy család múltjából. A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria felhívására 15-en vállalták, hogy egy novella formájában megörökítik mindazt, amiről a hegyvidék házai mesélnek. A cél az volt, hogy a helytörténeti gyűjtemény tovább gazdagodjon. A pályázat eredményhirdetésén Pokorni Zoltán polgármester úgy fogalmazott, fontos, hogy a fiatalok is megismerjék a sorsokba íródott történelmet. A házak fontosak. Egy építész jelenlétében nem is mondhatnék más, mert hát túlélnek minket, ami egy elég kíméletlen dolog, hogy a kövek ennyivel tartósabbak, mint az emberek. De hát azért fontosak, mert beleíródik a mi sorsunk, a történeteink, drámáink, veszteségeink, meg az örömeink. És nagyon fontos, hogy ezt valahogyan át tudjuk adni a gyerekeinknek, az unokáinknak. Amíg még az iskolák az önkormányzathoz tartoztak, addig időről időre szolgálmaztam, hogy a történelem tanárok, vagy akár a helytörténeti gyűjtemény próbálja rávenni a gyerekeket, hogy ugyan kérdezzék már meg az öregeket, mondjuk a 40-50 éves szülőket, hogy hogy volt ez a történelem mélységes kútjában ez a rendszerváltás. 89-90-91, meséljenek már erről. Vagy mondjuk a nagyszülőket, hogy hogy volt 56, vagy akár az ostrom. Vagy egyáltalán hogyan élték az életüket. Ennek több erénye lenne, vagy több haszna lenne. Az egyik, hogy szóba állnak a szüleikkel, meg a nagyszüleikkel, ez mindenképpen praktikus. És nekik is fontos lenne, hogy rájönnek, hogy a történelem az nem egy tantárgy, meg nem egy tankönyv, hanem az tényleg van. Tehát úgy létezik a fejekben, a sorsokban, a családokban, és talán motiváltabbak, meg elkötelezettebbek lennének e tekintetben. A Hegyvidék polgármestere édesapja egyik személyes történetét is elmesélte a közönségnek. Pont 70 évvel ezelőtt, 45. január 23-án játszódik a történet. Ők itt volt a front, az oroszok a Pahony utca végén, a németek a Németvölgyi útvonalában. Ők leköltöztek a Alkotás út egy házában, a pincében húzták meg magukat, és az oroszok úgy találomra lőtték a házakon keresztül az aknákat, úgy nagyon nem céloztak vele, romboltak. Az egyik öccse így halt meg az előtte lévő napon, a repesz végig hasította a bejárati ajtót, és ott állt egy 7 éves kisfiú. És akkor ők ketten másik öccsével fölmentek a Pagony utca tetejére, hogy vajon vissza lehet-e menni a házba, mert az biztonságosabbra gondolták, mint itt a sűrűben. Papám volt akkor 15 éves, az öccse meg 13. És a 15 éves János, aki később aztán az én papám lett, ugye ő merészkedik elől, csend van, bekukucskálott a ház mögötti bokrokba, és hát int az öccsének, hogy tiszta a levegő, hogy gyere. És így fölemeli a kezét, mondja, hogy amit leforrázták volna, valaki, majd nap se tudja, hogy ki, vagy melyik oldalról egyáltalán, átlőtte a kezét. Lehet, hogy a fejére célzott, vagy lehet, hogy a kezére, ezt nem tudjuk. És hát egészen furcsán gyerekkoromban mindig néztem is ezt a sebet, olyan furcsa volt, hogy az egyik oldalon, a tenyerének az egyik oldalán bement a golyó, a másikon meg kijött. Nem így keresztbe, amit ismerünk, hanem így hosszálva. És hát katonakórház, a pulóverből bevitt ilyen kis szöszöket a sebbe, a golyó, és hát az orvos, ugye ott ájult el a papám, az orvos úgy döntött, hogy ezt ki kell tisztítani, ezt a sebet egy géznek az áthúzigálásával. És ezt lehetne még hosszan mondani, ezt a történetet, mindig a nagypapa, az én édesapám, összehívta az unokáit, hogy ezt ő elmeséli nekik, hogy ez hogy volt.
mint volt, merre jártak. És ez lév fontos dolog. És ezért is tetszett az az ötlet, a javaslat, hogy csináljunk ilyen novelleíró pályázatokat. A Mesélnek a Hegyvidék házai című pályázatra 15 mű érkezett be. A zsűri elnöke Bereményi Géza volt, aki másfél évtizede él a hegyvidéken. Azt mondja, a novellákból kiolvasható, hogy az emberek egyik legerősebb élménye Budapest ostromához köthető. A Széchenyi István naplójában olvastam egy olyan bejegyzést, hogy vajon mi az az érzés, ami az embert elfogja, mikor régi épület, régi hely mellett elmegy, visszatér oda, arra jár, és egy nagyon furcsa érzés fogja el olyankor az embert, ami keserédes érzés. Keserű is, és édes is egyszerre. Mi benne a keserű, és mi benne az édes, töpreng a nagy klasszikus. És akkor azt mondja, egy biztos a keserű az benne, hogy lám, itt van az épület, és a múlt az már megszűnt. De az édes pedig az benne, hogy megszűnt ugyan a múlt, az a múlt, ahol boldogok vagy boldogtalanok voltunk, minden esetre erősen éltünk, és megszűnt ugyanaz a múlt, meghalt a múlt, de nem kell gyászolni, mert az épület még megvan. Ez egy édes érzés, ez tölteli el az embert édes érzése. Szóval a keserű édes érzés, az emlékezés érzése, az az épületekhez fűződik. Én el tudnám mondani az összes lakást, rengeteg helyen laktam, a 12. kerületben 15 éve lakom, most kérdeztem meg a feleségemet telefonon előtte, hogy mennyi ideje vagyunk itt. 15 éve lakunk itt, és előzőleg rengeteg helyen laktam, számtalan helyen Budapesten, szinte hónapról hónapra cserélődtek a lakások, de mindegyik szobának, lakásnak el tudom mondani a beosztását, a lakcímeket, a házszámokat pontosan, holott az egyéb emlékező, a memóriám az nagyon rossz már. A nagyon tanulságos volt olvasni a pályázatokat. Sokkal többet tudtam meg a kerületről, mint hogy egy történelmi művet olvastam volna el ebből az időből. Például megtudtam, hogy a legerősebb élmény az itt lakóknak, akik emlékeznek, az ostrom. Az ostrom az mindenkit érintett, így vagy úgy. Utána a kitelepítés volt. És gondolkoztam azon, hogy a kitelepítés azért nem volt annyira tömeges talán, mint a 12. kerületben. De azt hiszem, hogy itt nagyon sok irigylendő lakás volt, és van. Tehát azért voltak a kitelepítések. Egy idős ember, nagyon sokat tapasztalt ügyvéd, azt mondta nekem, hogy az 50-es években voltak ezek a perek, koncepciós per, ilyen per, olyan per, mindenfélét mondtak kém, hogy kémek voltak az illetők, meg minden, de egészen biztosan lehetett tudni a benfentesnek, hogy a háttérben mindig a lakás vagy a nő van. Tehát azért perelték be azt az illetőt, állították bíróság elé, mert el akarták költöztetni a lakásból, mert valaki szemet vetett rá, vagy pedig valami nőügy volt a háttérben, régebbi, mostani, tehát a különböző féltékenységek ezek. És a 12. kerületben úgy látszik, nagyon féltékenyek voltak, és ezért nagyon sokan kitelepítettek nagyon sokakat, de ezek mind visszajöttek az emlékezések szerint. A többségük legalábbis, aki tehette, visszajött, akár másik lakásba ment, akár a kerületbe visszajártak. Ez volt a kitelepítés, ebben nekem a legfurcsább, hogy sorra visszajöttek, és itt makacsul ragaszkodtak, mikor elmúlt a vihar, akkor ebbe a kerületbe akartak mindenképpen visszajönni. És még egyet megtudtam, hát hogyha jól ítéltem meg, vagy jó, hogy 56 az kevésbé érintette a 12. kerületet. Itt nem voltak nagy harcok, hát a Szénatér közel volt ugyan, de hát Budát általában nem érintette annyira 56, a harcok legalábbis.
és a megrázkódtatás, mint a pestieket. A novellaíró pályázat egyik első helyezettje a háromtagú zsűri értékelése alapján Tomcsányi Tamás, Orbánhegyi út 19 Budapest ostroma idején című írása lett. Az ünnepélyes eredményhirdetésen Bereményi Géza olvasta fel a novellát. A ház 1932-ben épült, az ingatlannak a Marsovszky család volt a tulajdonosa a háború idején. A családfő Marsovszky Ivor, az Új Nemzedék című katolikus napilap főszerkesztője volt, mely lapot háborús papírhiány miatt a budapesti napilapok közül elsőként vonták össze, ezután címe 1944. október 26-a és december 16-a között Nemzeti Újság, Új Nemzedék. Az épület földszinti lakását lakta a házaspár, gyermekük nem volt. A család életét az akkoriban szokásos személyzet szolgálta, szakácsnő, sofőr, házmester, akik az ostrom idején a házban maradtak. A házfelügyelői feladatokat a horvát család végezte, lányuk az akkor 9 éves Éva, ma is a ház lakója, a bemutatott történetek nagy részét tőle ismertük meg. A kislány Éva maga is látta, amint a most bemutatott napló készült, és ő maga is írt naplót, mert sajnos azóta elveszett. Az ostrom idején a ház befogadott még egy vidéki nagybirtokos családot is, férfeleség, gyermek és egy nevelőnő élte végig a tragikus napokat. Budapest ostroma 1944. decemberében ért el a környéket. Erre az időszakra az épületben a hatósági előírásoknak megfelelő óvóhelyet kellett kialakítani a ház pincéjében, a ház vagy esetleg a szomszédos házak lakói részére. A pincei óvóhelyen a ház valamennyi lakója összegyűlt az ostrom idején, és ami megdöbbentő és igazán érdekessé teszi a házat, hogy a pincei bujkálás idején a család nőtagja, Marsovszky Ivorné kézzel naplót írt a pince falára, mely mind a mai napig megmaradt, és hülyen tükröző az eseményeket és az azt megélő emberek mindennapjait. Szintén első díjjal jutalmazta a zsűri Goller Ágoston a Maros utca 14-es szám című írását. Volt, aki a pályázatot tovább gondolva egy egész kötetnyi történetet gyűjtött össze. Császi Aliz az egyik pályázónk, aki a Böszörmény úti 8-as számú társasháznak a történetét írta meg, és miután beadta hozzánk a munkáját, tovább is gondolta, tovább gyűjtötte az emlékeket, összejött a szomszédjaival, és ebből a együtt gondolkodásból kerekedett ki aztán egy már decemberben bemutatott kötet. Császi Aliz azt mondja, a Böszörményi út 8 szám alatti ház történetét bemutató kötet megírásában a ház legidősebb lakói is segítettek. Eléggé olyan vagyok, hogy a régi dolgokat szeretem megőrizni, és a Göröskosár barátnőmmel, aki a hatos házban lakik, együtt nőttünk föl, egy osztályba is jártunk. Kitaláltuk, hogy hát annyi híres ember volt a házunkban, hogy ezt kéne rögzíteni valahol. És akkor én elindultam úgy, hogy a Dőri Ádámné megkértem, hogy írjon valamit, hát ő szépen sokat írt. Azt átadtam a Harnoci Dórának, de ő közben meghalt, és nem írta meg, és a füzet meg eltűnt. És akkor, amikor a helytörténeti gyűjtemény egy évvel ezelőtt meghirdette ezt a pályázatot, mondtam, na most akkor szükség van erre, és akkor újra megkértem Dőrinét, hogy írja meg, amit múltkor már egyszer megírt, és akkor így indultam el. És akkor szóltam a nagyon időseknek, tehát 80 és 90, 95 év közöttieknek. A Mesélnek a Hegyvidék házai című pályázat novellái a Hegyvidék újság mellett a Hegyvidéki históriák sorozat részeként egybegyűjtve is megjelennek. Nem mindennapi kiállításnak ad otthont a Galéria 12. Toldi Miklós képzőművész sajátos technológiával készült képei kapcsolatot teremtenek az ősi és a mai civilizáció között. A művész egy dán szobrász kis plasztikáit értelmezte újra sajátos, szinte csak rá jellemző eszközeivel. Egy
véletlennek köszönhető, hogy Toldi Miklós Galéria 12-ben látható grafikai kiállítása létrejött. A képzőművész egy dán szobrász Jan Normann munkáit értelmezte újra. Jan Normannak a 80-as évek közepén volt kiállítása Budapesten. Az ezen a tárlaton bemutatott kis plasztikákról akkor fényképek is készültek, a fotók egy része pedig bekerült egy könyv lapjai közé. Toldi Miklós egy könyvtári könyvben bukkant ezekre a felvételekre. Elhatároztam, hogy parafázisokat fogok csinálni ennek a fotónak a segítségével, és hát ehhez külön technika ki kellett dolgozni, úgyhogy ez ettől a pillanattól kezdve már egy nagyon személyes feladattá vált, de a forrása az minden esetre Jánnak a lovas szobrai. Ő valahogy tudni kell azt, hogy inkább kis plasztikáknak kell ezeket nevezni, maximum 40 centi magasak voltak, és minimum 10 centi alacsonyak, és fából, drótból, bőrből, rafiából, gajakból, szóval csupa szerves anyagból dolgozott. Tulajdonképpen az a szabadság, ahogy Ján az anyagot térbe kezelte, és ez engem elkezdett izgatni, hogy grafikailag hogy néz ez ki. Úgyhogy a 6 fotó kapcsán 60 darab ilyen grafika született. A Parafrázis című kiállításon bemutatott munkák egyfajta hidat képeznek az ősi és mai civilizáció, a technikai és a természetes felfogás között. A képeken lószerű emberek, emberszerű lovak jelennek meg. A kereszténység előtti régi, vaskori időszakra emlékeztetett, amikor a lova megjelent az ember kultúrájába. És ez kelettől nyugati, ugye ezeken a fénysíkos pusztákon, meg a folyók, nagy folyók medrét kísérő pusztákon át, tudjuk a Kárpát-medencéig, és északon Dánia, Hollandia, stb. Az a vidék is ilyen tartásra alkalmas terület volt. És hát ez tulajdonképpen a kerék mellett ez volt a második nagy dobása az embernek, hogy a lovat igába tudta fogni, és egy kultúrát megteremtett által azon kívül, hogy igás állatnak használta. Toldi Miklós a 12. kerületi művészeket összefogó Galéria 12 egyesület tagja. A magát autodidaktának való művész munkái sajátos technológiával készültek. Az alkotó munka fontos eszköze a fénymásoló. Nagyítja az eredeti fotókat, nagyítja, majd másológépbe helyezi. Ehhez azután még tulajdonképpen saját maga is kézi beavatkozással hozzányúl, egy különös processzussal azután az egész munka, tehát a saját kezével is feldúsul, de nem úgy lesz végső a mű, noha egyediek a példányok, de végső formáját nyomtatón digitális formában nyeri el. Leginkább tehát rajzi kiegészítéseket tesz, és a saját motivumaival. Szinte tulajdonképpen az a nagyon érdekes, hogy nem veszük észre azt, hogy az eredeti mű, amit ő használ, milyen technikával született, de az sem, hogy ő milyen technikával teszi hozzá. A végső megformálás tehát a számítógépen jön létre, de ami nagyon fontos, hogy ezek hát egyrészt egyediek, másrészt olyan művek, amelyeket, ha alaposan nézünk, nyugodtan gondolhatnánk, hogy egyediek. Szitanyomatnak is nézhetnénk, vagy éppen tusrajznak, vagy valamilyen egyedi technikával megvalósított különös egyéni munkáknak.
A kiállítás február 21-ig látogatható a Galéria 12 kávézóban. A Jókai Klub ismét gyerekrajzoknak ad otthont. Immár 7. alkalommal állítják ki itt alkotásaikat a Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjai. A Matematika című kiállítás a művészet és a matematika találkozásának ötletére épül. A matematika és a művészet keresztezését, illetve kapcsolódási pontjainak ábrázolását tűzte ki célul a Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola idei kiállításán. A Matematika című tárlaton az egész iskola diáksága lehetőséget kapott, hogy megmutassa alkotó tevékenységét a Jókai Klub közönségének. Az évelei gyermekrajz kiállítás hagyományosnak tekinthető, az idei már a 7. alkalom, amikor a Jókai iskola diákjai bemutathatják kreativitásukat. Hát az idei év ugye ez a matematika, ez egyértelműen a matematika és a művészet kapcsolata, de volt már ugye a 150 év, 150 gondolat, akkor az iskola logójából indultak ki, akkor iskolai arcok volt egy ilyen kiállítás, hogy arcok, akkor volt egy 100-szor szépek címmel kiállítás, tehát mindig a művész rajztanárnőnk ötlete nyomán és a gyerekek kreativitásával ötvözve alakult ki a címek is, meg az, hogy mi legyen a tematikája a kiállításnak. A kiállításokat és annak előkészületeit összefogó Szalma Ágnes tanárnő elmondta, ilyenkor az egész iskola összművészeti alkotó tevékenységét igyekeznek bemutatni a közönségnek. Éppen ezért a kiállított munkák közt kicsik és nagyok változatos technikákkal és eszközökkel készített alkotásai tekinthetők meg. Ami rajzórán, kézműves során, szakkörben előfordulhat, az mind megtalálható a falakon, illetve a tehetségesebb diákok azok még plusz időt is fordítanak arra, hogy valamit létrehozzanak. Kerámia műhelyünk is van, bár most kerámia éppen nem nagyon van kiállítva, de nagyon változatos anyagokkal dolgoztunk, alsósok és felsősök is. A kiállítás megnyitóján a Jókai iskola diákjai nem csak kézügyességüket mutathatták be, hanem énekhangjukat is megcsillanthatták. Versekkel, mondókákkal és énekekkel készültek az összegyűlt közönség számára. Minek az a kertecske? Tököcskét nevelni. Minek az a tököcske? Disznócskát hízlalni. Minek az a disznócska? Hájat gyűjtögetni. Egy boszorka van, egy boszorka van, három néha jár az egy, iskolába jár az egy, másik boszorka, aki megdun, a halálék ül a padon, az idája fújja nagyon, az a danadan, danadanadan. A Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola tantestülete úgy látja, a gyerekek számára mindig nagy élmény, amikor megmutatják alkotó tevékenységüket a nagy közönségnek. Az iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a művészeti képzésre, így nem véletlen, hogy ilyen sok alkotás készül minden évben. Minden év folyamon két osztályt indítunk. Az egyik osztály az a német nemzetiségi tagozat, és a másik osztálynak pedig ez a művészeti profilja van már 20-25 éve. Szerencsére a köznevelési törvény is úgy változott most az elmúlt években, hogy támogatja a nagyobb óraszámot, ami nekünk kifejezetten jó, mert nagyobb óraszámba tudjuk a gyerekekkel ezt megvalósítani, de ezen kívül szakkörök, önképzőkörök is működnek. Ez mindig érdeklődéstől függően, tehát hogy bőr, textília, papír, tehát az összegyűlt gyerekek érdeklődési körének megfelelő profillal indulnak ezek. A kiállításon a gyerekek kitölthettek egy kvízt, és a legnagyobb képnek címet is adhattak. A diákok és a tanárok közben már is a következő jövő évi kiállításra koncentrálnak. A rajztanárnő elmondta, egy-egy Jókai Klubos bemutatkozásra egy teljes éven keresztül készítik az aktuális tematika köré szerveződő alkotásokat. Körülbelül így gondolkozunk egy évben, hogy mindig ilyenkor február tájékán van a kiállítás a Jókai Klub jóvoltából, és aztán következő évben ilyenkor pedig újra bemutatkozunk, és akkor ez egy ilyen átmenő időszak, tehát a tavasz és az őszi fél évnek a munkái tulajdonképpen válogatott anyaga. A pedagógusok tapasztalatai szerint a tanulók kedvelik ezeket a kiállításokat, szívesen szembesülnek saját és társaik munkáival.
A művészeti képzést magát pedig többek között a személyiségfejlesztés miatt tartják nagyon fontosnak az iskolában. Úgy gondoljuk, hogy a személyiségfejlődésüknek ez egy nagyon fontos fejlesztési lehetősége, és az, hogy jól érezzék magukat, kiteljesedjenek abba, hogy alkotnak, valamit létrehoznak, valami olyat, amivel magukat, de akár itt, ahogy a kiállításon másokat is megörvendeztetnek. Kultúrponttal legközelebb egy hét múlva, szerda este 8 órakor jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!